A patanyon figurák használata alapköve a ló és a lovas képzésének és a mindennapi lovaglásoknak. Segíti a ló elengedtetését, mindkét oldali lábak egyenletes terhelését, fokozza a hajlíthatóságot. A kezdő lovas megérti és megérzi a ló vezethetőségét, rávezeti a különböző segítségek alkalmazására, együtt hatásainak begyakorlására. A lovardában elhelyezett jelölések, a váltóhelyek 6-6 méterre találhatók a rövid falaktól, melyek egyben az M, az F, a H és a K betűk helyei is. A lovarda érintőpontjai a lovarda rövid falaitól 10-10 méterre találhatók. A különböző fordulatok, irányváltások a lovardában váltóhelyekhez és érintési pontokhoz kötöttek. A lovardai gyakorlatok lovaglása során haladhatunk egyenes vonalakon, illetve lovagolhatunk íveken. Az egész lovarda a lovarda teljes nagyságának a fal mellett történő lovaglása. A lovardában általában a lovat arra a kézre állítjuk, amelyiken lovagolunk, és ez lesz a belső oldal, a másik a külső oldal. Fél lovarda esetén a lovas a hosszú fal közepén egyszerű fordulattal a másik hosszú fal közepére lovagol, odaérve egyszerű fordulattal folytatja az útját azon a kézen, amelyiken lovagolt, vagy kézváltással áttér a másik irányba. A középből vezényszót követően a lovas egyszerű fordulattal a rövid fal közepén, a szemközti rövid fal közepének lovagol, odaérve az eddig lovagolt kézen halad tovább, vagy az ellenkező kézre tér át. Az átóváltás gyakorlat lovaglását a lovas a rövid fal után a hosszú falon megjelölt első váltóhelyen kezdi el, amikor a ló külső válla elérte a kijelölt váltási pontot. A fordulat után a lovarda átlóvonalán a szemközti hosszú fal utolsó váltóhelye irányába lovagol. A váltóhelyhez érve átállítja a lovát az új belső kézre, és azon halad tovább a hosszú fal mentén, majd vezeti lovát helyesen a sarok átlovaglására. Fél átlóváltáskor a lovas a hosszú fal első váltóhelyénél, a fél lovarda átlóvonalán, a szemközti hosszú fal középső váltóhelyéhez lovagol, majd a falhoz érve a lovát átállítja az új belső kézre, és a hosszú fal mentén tovább lovagol. A sarkok átlovaglása során a következő oldal előtt körülbelül 6 méterrel elkezdve egy kis kör negyed cikkelyét lovagolunk. Minden sarkot pontosan lovagoljunk ki, mert ez az átengedőség egyik próbaköve. A nagykör egy 20 méter átmérőjű szabályos körív, melynek pontos lovaglását a lovarda falán megjelölt érintési pontok segítik. A körív lovaglása történhet a rövid és a hosszú falak közepén, illetve a hosszú falakon megjelölt érintési pontoknál kezdve. A gyakorlat lovaglása során elv, hogy a ló elejét a szár, míg a hátulját a lovas lábszára vezeti és tartja az íven. A kiskör egy szabályos körív, melynek az átmérője lehet 6, 8 vagy 10 méter, a kiindulási pontjai a lovardában megjelölt érintési pontok lehetnek. A nagy körön belül két fél kiskör lovaglásával váltjuk a kezeket. A gyakorlatot a rövid fal utáni első érintési pontnál kezdjük, a kör nyitott oldalán. Egy fél kiskör lovaglásával szembe lovagolunk a rövid fallal. A kör középpontjának elérése előtt a lovat egyenesre állítjuk, áthaladunk a középponton, majd állítjuk és hajlítjuk a lovat az új ívre, és egy másik fél kiskör lovaglásával térünk a hosszú falon jelölt első érintési ponthoz.
A váltsd a köröket gyakorlat a két egymás mellett levő nagykör folyamatos lovaglását jelenti, úgy, hogy a két körív találkozásánál egy lóhosznyit egyenesre állítva egyenesen lovagolunk, majd az új körre állítva és hajlítva kezdjük meg a másik nagykör lovaglását. Az átváltás fél kiskörből és a patanyon vonalra visszavezető rézsutos vonalból összeállított gyakorlat. A kiskör felének lovaglása után a lovas arra a patanyon vonalra vezeti vissza a lovát, amelyen az átváltás előtt lovagolt. A lovat a patanyon vonal elérése előtt átállítjuk a másik kézre, és azon lovagolunk tovább. A fél kiskör átmérője a ló kiképzési szintjétől függ. Az egész lovardában végrehajtott kígyóvonal lovaglásakor a lovas a rövid fal közepét jelölő érintési ponttól kezdődően a lovagolandó íveket egyenletesen elosztja az egész lovardában, és befejezi ezeket a szemközti rövid fal közepét jelölő érintési pontnál. Ha a lovagolandó ívek száma páratlan, akkor a gyakorlat befejezése után a lovas ugyanazon a kézen marad, amelyiken a gyakorlatot elkezdte. Ha az ívek száma páros, akkor a lovas az ellenkező kézen fejezi be a gyakorlatot. A kígyóvonalak nem csak az egész lovardában lovagolhatók, hanem a hosszú fal mentén is. Az egyszerű kígyóvonalnál a patanyonvonalat nagyobb mértékben hagyjuk el, a hosszú fal közepén 5 méterre a faltól. A sarok korrekt átlovaglása után az első váltási helynél a lovarda belseje felé fordulunk, és körülbelül 2 lóhossz után a lovat átállítjuk, hajlítjuk, tehát az addigi külső oldal lesz a belső oldal. Miután a félpálya magasságában elértük az 5 méter tanyonvonaltól, onnan a lovat lapos ívben visszavezetjük a patanyonvonalra, úgy, hogy a nyomvonal elérése előtt körülbelül 2 lóhossznyival ismét átállítjuk és hajlítjuk a lovat, visszaállítva az eredeti külső-belső oldal állapotot. A hosszú falon megjelölt átváltási helynél elérjük a falat, onnan egyenesen haladunk a hosszú fal mentén, majd a sarkot ismét korrekten kilovagoljuk. A kétívű kígyóvonalnál mindez gyorsabban zajlik le. A hosszú fal mentén lapos ívben 2 ívet lovagolunk, úgy, hogy a patanyonvonaltól 2,5 méter távolodunk el. A ló az állításokra és hajlításokra gyorsan reagál. Ez a lovastól biztos segítségadást kíván, amit a lónak lazán és simulékonyan kell követnie. A 2 éves kígyóvonal tehát nagyon jó próbálja a lovas független és érző ülésének, valamint a ló elengedettségének és simulékonyságának.